240 millió forintos helyi foglalkoztatási paktum indult Vásárosnamény és térségében. Ennek célja, hogy együttműködjenek az önkormányzatok, a vállalatok és a potenciális munkaerő. A térségben egyszerre jellemző a munkanélküliség és a munkaerőhiány. A paktum segítségével ezeken az arányokon is szeretnének változtatni. Vásárosnamény és környékén 5500 fő van közfoglalkoztatotti státuszban, vagy épp jelenleg is álláskereső. A foglalkoztatási paktum őket segíti majd a jövőben. A következő közel 40 hónapban a járás területén lévő 26 települést vonják majd be ebbe a megállapodásba. Vásárosnaményban az elmúlt években több vállalkozás is elindult, számukra szakképzett munkaerőre van szükség. A településen már nem a közmunkaprogram jelenti az egyetlen lehetőséget, közölte a város polgármestere. A közmunkások száma már 300 alá csökkent, korábban ez 500 fő felett volt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye foglalkoztatási stratégiájában szerepel, hogy 1025 főnek biztosítanak foglalkoztatási vagy képzési támogatást. Erről Szabó István közgyűlési alelnök beszélt. A megyében több foglalkoztatási paktum is elindult már. A Vásárosnaményi ennek a hálózatnak a kiterjesztésében is segít. A topos forrásoknak három prioritása van. A gazdaság élénkítése, a gazdaság fejlesztése, illetve a foglalkoztatás bővítése. A Vásárosnaményihoz hasonló együttműködésekben pedig az önkormányzatok, a gazdasági szféra és a potenciális munkaerő találkozik. A megyei közgyűlés alelnöke beszédében kiemelte, bár a paktum szó még nem elég széles körben ismert kifejezés Magyarországon, a jelentése mindenképpen pozitív. A munkavilágában, a nyugati országokban ez egy bevett szervezeti forma, együttműködési forma, és ha kicsit boncolgatjuk az értelmét, akkor láthatóvá válik, hogy nem egyéb ez, mint sajátos érdekekkel bíró érdekcsoportok szempontjainak az összeegyeztetése. Problémát jelent az is a térségben, hogy egyszerre jellemző a munkanélküliség és a munkaerőhiány. Ez annak is köszönhető, hogy olyan képzések hiányoznak az oktatási intézményekből, amelyek a térség vállalatait segítenék. Egy mezőgazdasági térségben képezünk-e élelmiszer tartósítással foglalkozó szakmunkásokat? Utóbbi 15 évben ilyen típusú képzés nem volt a megyében, pedig hát ugye ha konzervgyárakról beszélünk, ha csak simán a mezőgazdasági kis gyümölcsfeldolgozókról beszélünk, amelyekből szerencsére van már a térségben, akkor arra feltétel, hogy megfelelő szakmunkás is álljon rendelkezésre. Tehát sokszor én legalábbis úgy látom, és szerintem mindannyian így vannak vele, hogy a probléma ott van előttünk, aztán végül nem is értjük, hogy miért nem vettük ezt észre korábban. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 30 ezer gazdálkodó szervezetet tart nyilván a Kereskedelmi és Iparkamara. Közülük várják még a további jelentkezőket a paktumhoz. Philipp Sándor, Vásárosnamény polgármester a vendégem. Jó estét kívánok, köszöntöm. Nagy tisztelettel köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Megkérném, hogy egy rövid kis helyzetképet adjunk, hogy tulajdonképpen most hogy is áll Vásárosnamény foglalkoztatás tekintetében, és az utóbbi években milyen folyamatok mentek végbe, hogyan tudta segíteni az önkormányzat azt, hogy ez a foglalkoztatási arány ez folyamatosan növekedjen. Ugye Vásárosnamény a berek szíve, mindig ezzel szoktuk itt kezdeni a Kölcsei TV-ben, és ahogy tréfásan szoktam mondani, ahol az autópálya véget ér az M3-as jelenleg, Vásárosnamény ott kezdődik, és látszik az a benépesülő ipari terület, amely most már nem csak a város 41-es mentén lévő részén található, hanem egy másik részen is, Kisvarsány felé vezetve, hiszen itt a Swisscrono gyár tért vissza térségünkbe, közel 120 főt foglalkoztatva. De azt is látjuk, hogy a 41-es mentén haladunk, hogy egyre több vállalkozás terebélyesedik, bővül, és a Kisbéker logisztikai központja hamarosan továbbfejleszti önmagát pályázati forrásokból. Ott van mellette a Bépszolg, egy építőipari cég, de azt is látjuk, hogy a Austria Juice, valamint a Frontalit és a City Trans, illetve a
egyéb helyi vállalkozások, amelyek ilyen 3-5 fővel kezdték, aztán 8-10 főre, majd 20-40 főre bővültek. Van persze ezek között is még nagyobb, hiszen a Kisbéker nevét megyei szinten is jegyzik, sőt országosan is. Ezek a cégek mind-mind egyben azonosak, hogy próbáltak a helyi munkaerőre építeni. Azt is belátták, hogy ha nem megfelelően képzett embereket vesznek föl, akkor nekik kell a képzésben tovább lépni. Elsődleges a munkaerő, a helyben történő munkaerő foglalkoztatása. Nyilván ebben a város több területen próbál segíteni. Egyrészt működik a városban egy forrásvállalkozói klub, ennek a mindenkori polgármester és a jegyző, valamint a járási hivatal vezető is tagja. Itt közvetlenül találkozunk a vállalkozók problémáival, de nem csak azok a vállalkozók úgymond szóra érdemesek, akik ennek a klubnak tagjai, hanem minden olyan vállalkozó, aki a városért és a térségért próbál tenni valamit, hiszen alapvetően ez a térség a mezőgazdaságban és a turisztikában próbálja megtalálni a kitörési pontjait, ugyanakkor mégis vannak olyan cégeink, gondolok itt a NAFEM-re, az Eastern Kft-re, amelyek egy más területen, vagy a Berex Kft-re, amelyek más területeken próbálnak megélhetést, ezáltal munkát biztosítani a városban és a térségben élőknek. Én örömmel látom azt, hogy a megyében Vásárosnamény egy kis város, mégis egyre többször kerül a célpontba, de azt is tudom, hogy fiataljaink egy része más, nagyobb megyei városokban találnak munkát. No, mi ezen szeretnénk fordítani, és azt szeretnénk, hogyha a bejátszásban is elhangzott az, hogy a munkaerő hiány, a szakképzett munkaerő hiánya és a munkanélküliség együtt van jelen. No, ezen paktummal itt szeretnénk egyfajta áttörést elérni, és megtalálni azon szakképzett munkahelyeket, szakképzett munkaerőt igénylő munkahelyeket, amelyek ezen paktum segítségével a képzéseken résztvéve betöltenek egy olyan munkát, és megtalálnak egy olyan munkahelyet, amellyel a városban maradnak, ezáltal a fiatalokat is meg tudjuk tartani a térségben, és a mindennapi megélhetésüket is itt tudják majd biztosítani. Mielőtt a paktumról részletesebben beszélnénk, hogyan segíti a város a befektetőket, akik kívülről érkeznek, illetve hogyan segíti azokat a helyi kisvállalkozókat, vagy vállalkozó szellemű lakosokat, akik ott helyben a szülőhelyükön szeretnének valamit létrehozni? Nyilván, amikor valaki komoly szándékkal érkezik a városba, akkor első útja a városházára vezet, és érdeklődik arról, egyáltalán van-e olyan területünk, amelyből ő tudna esetlegesen területet vásárolni, mert itt képzeli el beruházásait, vagy esetlegesen, ha helyi vállalkozás úgy képzeli el a jövőjét, hogy mondjuk egy 16 lakásos társasházat szeretne építeni, és ehhez találjunk a megfelelő területet, akkor ebben mindenképpen segítünk. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy az adó mértékek, az iparűzési adó, építményadó mértéke olyan a városban, ami még vállalható. Ugyanakkor a vállalkozók átérezték annak a súlyát, hogyha ők gazdaságosan is jól termelnek, jól működnek, akkor az általuk befizetett adókat a várost vissza tudja forgatni az ő érdekükben is. Ebben látunk előrelépéseket a jövőben. Az elmúlt években hogyan alakultak az ebből az adóból befolyt összegek? Örömmel jelezhetem, hogy pozitív az irány, egyre növekszik a város kasszájába befolyó adóbevétel, és ez mindenképpen jelenti azt a gazdasági erősödést, azt a gazdasági előrelépést, amit az elmúlt 3-4 éven tapasztaltunk. A költségvetés tervezésekor ugye hiánnyal tervezni költségvetést nem lehet, de elmondhatom, hogy idén a történelem folyamán talán először többlettel tudtuk megtervezni az ez évi költségvetésünket, és ez azt jelenti, hogy itt a városban tevékenykedő cégek, vállalkozások, üzemek, gyárak, megemlíthetem a legnagyobb gyárat, a Bőrvin ruhagyárat, ami most egy átalakítás előtt áll, komoly létszámot foglalkoztatnak. Amikor egy 9100 fős kisvárosban van olyan gyár, amely 540-560 főt foglalkoztat, az mindenképpen szerepet kell, hogy kapjon a városvezetés irányából, és oda is figyelünk egymásra. Rendszeresen egyeztetünk a cégek vezetőivel, az igazgatókkal, igazgató urakkal, hölgyekkel, és megnézzük azt, hogy milyen kitörési pontokat látnak ők, miben tudunk mi segíteni. És amikor hozzánk fiatalok hazakerülnek, mert erre is van példa, és egyre többen térnek haza fiatalok a térségbe, akkor próbáljuk őket olyan munkahelyekhez juttatni, amelyek a végzettségüknek megfelelő, illetve ha nem, akkor képzésekkel segítve őket. Ki kell emelni még egy területet,
nem sokan szeretik, hogyha vásárosnamjogok kapnak levelet a Jókai utcából, de hogy a KHS, a közigazdasági hatósági szolgálat 300 olyan fiatalnak adott munkát, akik minimum érettségivel rendelkeznek, ugyanakkor egyre több a jogi végzettséggel rendelkező szakember, akik a tevékenységeket próbálják úgy ellátni, hogy minél kevesebb bosszúságot okozzanak a tőlük borítékot kapóknak. A kérdés második fele a vállalkozó szellemű helyi lakosokra vonatkozott. Ők miben számíthatnak az önkormányzat segítségére? A vállalkozó szellemű lakosság rendszeresen érdeklődik az iránt, hogy milyen önéletrajzaink vannak mondjuk az asztalunkon. Tudnának-e olyan fiatal mérnököt, tanárt, sőt most már mondhatnám az is óvónőt ajánlani nekik, akik visszatértek, akik itt találnának és keresnek munkát a városban. Ugyanakkor a 3-5 főt foglalkoztató cégek vezetőit rendszeresen tájékoztatjuk arról, hogy milyen pályázati lehetőségeik vannak, akár a GINOB-ban, akár az önkormányzatok által oly közkedvelt topokban, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a városunkban az ott élő és üzemelő cégek lehetőség szerint minél több munkát kapjanak. Tehát amikor egy-egy pályázati forrás lehívásra kerül, és látjuk a kitörési pontjainkat, és meghirdetjük ezeket a pályázatokat, akkor szeretnénk azt, hogyha minél többen a helyiek is bepályázának ezekre a közbeszerzésekre, és tudnának eredményesen a helyi munkaerőt ugye helyben tartva, és a forrásaikat itt megszerezvén a városba azt majd visszaforgatni, hiszen ha a városi pályázatokból tudnak ők beruházásokat megvalósítani, annak nagy része a városban marad. A foglalkoztatásban meghúzódó, vagy fellelhető anomáliák megszüntetésének egyik legfontosabb kulcsa a képzés. Erről is tudunk beszámolni, hogy a múltban már azért elindították ezeket az átképzéseket, amik... Így van, hogy átképzéseink folyamatosan működnek több területen. Azt is látjuk, hogy a paktum kapcsán, amiről még néhány szót váltunk mindenképpen, megkeresnénk azokat a hiány szakmákat, amelyek komoly szakmai feltételeket jelentenének az általuk oda jelentkező fiataloknak, hiszen tudjuk azt, hogy hiába van mondjuk egy ruhagyárunk, hiába van egy orvosi műszer alkatrészeket gyártó vállalkozásunk, ha ide nem kerülnek be azok a fiatalok, akik ez iránt elhivatottságot éreznek, vagy hajlamosak arra, hogy és hajlandóak arra, hogy átképezzék magukat, akkor hiába minden erőfeszítés. Épp ezért szólítottuk meg a kereskedelmi és iparkamarán keresztül azokat a vállalatokat, cégeket, akik már a lábnyomukat úgymond letették a városban, itt megvetették a lábukat, ugyanakkor tudják azt, hogy a térségben van még potenciál. Tehát a beregi fiatalságban is vannak olyan tanult és elhivatott fiatalok, akik lehet most éppen az ország másik pontján vannak, de hazajönnének, és mindenképpen a térségben szeretnének maradni, és a szaktudásukat, az egyetemi főiskolai végzettségüket, a szakmunkás végzettségüket itt szeretnék hasznosítani. Ugyanakkor van egy szemléletbeli átalakulás, amit most már egyre jobban érzünk, hogy nagyon sokszor egy jó szakmunkásra, egy jól képzett szakmunkásra nagyobb szükség van, mint esetlegesen olyan diplomára, amiből nagyon sok van mondjuk a polcokon. Ez a paktum, amit most létrehoztak, ez miben segíti ezeket a folyamatokat? Abban segíti, hogy egy közel 4 milliárd forintos forrásról van szó, és ebből mintegy 180-190 millió forint az, amely a foglalkoztatásra, a képzésre irányul, tehát egy 36-40 hónap az, amely idő alatt a képzéseket el kell végezni, illetve a továbbfoglalkoztatásnál is segíti mindenképpen a cégek, üzemek vezetőit abban, hogy a forrásokat, a bérezéseket ebből tudják majd megoldani. Ugyanakkor egyfajta irányt is szab, mégpedig olyan irányt, hogy ne elfecsérelt különböző kompetenciákra irányuló képzések legyenek ezek, hanem kimondottan szakmaiságra, szakmára irányulóan szerezik meg azokat a... Így van. Az ilyen megfelelően tudják megvalósítani elképzeléseket, és ezáltal ténylegesen tudjanak munkába állni. Tehát nagyon szeretnénk, hogyha ez a forrás úgy valósulna és úgy testesülne meg a mindennapjainkban, hogy ennek volt értelme, hogy ez a közel 4 milliárd forint oda talált ahhoz a célközösséghez, akiknek ez a pályázat kiíródott. Én pedig megígérem, hogy erről is beszámolunk majd. Polgármester úr, köszönjük, hogy befáradt hozzánk a stúdióba. Nagyon szépen köszönöm.